Hatalmas. Szegény stúdió, azóta elkaszálták. Az helyzet, a Gas Power Games-t nagyon gyorsan elkaszálták, szegény stúdió. Nem volt túlzottan sikeres az Age of Empires Online-nal. Az volt az utolsó olyan projektjük, amiknek így láttuk az eredményét. De én úgy gondolom, hogy a Dungeon Siege 1-2-vel nagyon jó munkát végeztek. Még egyébként foglalkoztak a Supreme Commander-rel is, ami nekem nem mond semmit, lehet, hogy nektek igen. Ez a játék a Microsoft kiadásába jött el nekünk egyébként 2002-ben. 2002-ben, tehát most 20 és fél éves amúgy ez a játék. Jött egyébként még hozzá Kie 2003-ba, de az a helyzet, hogy azzal szerintem nem fogunk játszani. Egyrészt, mert ha jól tudom, nem is lehet beszerezni, mármint is Steamen. Másrészt meg voltak vele gondok. Én ezt a játékot egyébként elkezdtem még 2018-ba játszani, streamelni nektek, viszont akkor nem tudtam jól, mert voltak pillanatok, amikor így kikresselt a játék, és újraindult a streamergép. És hát na, az annyira nem egészséges. Úgyhogy hát reméljük, hogy most nem lesznek ilyen problémák, és meg tudom nektek mutatni, hogy mekkora élmény ezzel a játékkal játszani, még ennyi év után is. Látványban nem lesz túlságosan szép, kielégítő, viszont a történet és a mechanikák remélem, hogy tudják nektek is ellensúlyozni ezt az egészet. Ez marha régi játék, így van. Én nagyon-nagyon szerettem vele játszani. Akár az egyel, akár a kettővel. A kettő volt egyébként a kedvencem, a hármat meg nem próbáltam, de hát ugye az a terv, azért vettem elő anno is, hogy végigjátsszuk streambe az egyet, a kettőt és a hármat is, mert a három nekem nagyon nem tetszett, és kíváncsi vagyok, hogy így ennyi év után, hogy hogyan látom már a játékokat, kíváncsi vagyok, hogy a három milyen. Ugyanis a hármat már nem ők csinálták, nem a Gas Power Games csinálta, és nem is a Microsoft adta ki, hanem képzeljétek, hogy az Obsidian csinálta meg a Dungeon Siege 3-at 2011-ben, és a Square Enix adta ki, szóval, hogy itt sok kézen átment, és az a helyzet, hogy lehet, hogy azért lett ilyen az eredmény. Azért változott meg ennyire. Főleg úgy, hogy az Obsidian egy teljesen új engine-t írta rá, az Onyx engine-t, amit például a South Park-ba is használtak. Hát tudom, hogy két külön játék a kettő, de mégis egy és ugyanaz az engine megy alatta. Voltam ugye ennek a szériának egy PSP-s spin-offja is. Most, hogy amúgy ezt így olvasgattam, hogy van PSP-s spin-offja, nem tudom, hogy lehet amúgy PSP játékot streamelni, mert hát attól függ, hogy milyen hosszú a Throne of Agony spin-off. Lehet, hogy adni kéne neki egy próbát. Nem tudom. De hogy az 1-2-3-at azt mindenféleképpen szeretném végigjátszani. Aki esetleg nem tudja, hogy ez milyen stílus, ez egy RPG, felülről lehet nézni, és lehet forgatni a kamerát. Tehát, hogy nem az a fix pont, nem abból a fix pontból nézed, mint a Diablóból a karakteredet, hanem itt forgathatod azt a kamerát. Természetesen nem állíthatod se a magasságát, tehát hogy nem állíthatod azt, hogy milyen szögből nézen, a szög az fix, igazából te a 360-ba tudod forgatni ugyanabba a szögbe a kamerát a karaktereid feje fölött, mert hogy itt több karaktered is lehet, akik lehetnek egyébként emberek, illetve több faj, valamint csacsi is, állatok például. Nem tudom, hogy itt lehet-e többféle állat az egyben, de a kettőben mindenféleképpen lehet több. És a csacsi az nagyon fontos, hogyha itemeket akarsz cipelni, és nem akarsz folyamatosan lebekkelni a városba. Sőt, ha jól emlékszem, itt az egyben nem is olyan könnyű teleportálni. De majd meglátjuk. A lóriával, megmondom őszintén, sosem foglalkoztam annyira, de magyarul játszunk, nem hivatalos a magyar nyelv a játékba, tehát ezt én a magyarítások.hu-ról töltöttem le annó, és most is egyébként.
A beállítások gombot nem merem megnyomni, mert örülök, hogyha egyáltalán elindul a játék. A felbontás az azt hiszem, hát 1366x768. És lehetne egyébként ezt nagyobb felbontásba is futtatni, akkor nyilván sokkal-sokkal szebb lenne a játék, viszont nincs hozzá megcsinálva ugye az, hogy ekkora felbontáson játszak, tehát 1440p-ben, úgyhogy lehet, hogy a játék maga szép lenne, viszont a UI olyan pici lenne, hogy nem látnátok belőle semmit. Úgyhogy... ja. Emulátorról lehetne streamelni? Aha, akkor az valószínűleg annyira nem. PS Plus Premium-mal lehetne PSP-s játékokat is játszani? Na hát a karakter teste szabás. Neme? Férfi vagy nő? Feje? Aha. Úgy, szerencsére nem leszünk. Ú, a Tiberium Sun vagy Tiberian Sun, azt nagyon szerettem, Tékalent. Azt nagyon-nagyon szerettem. Szóval, bőr. Én azt mondom, hogy itt láttam egy szimpatikusat. Ő jó lesz. Neme. Nem tudom amúgy. Sotiris. Én Sotiris szeretném most megcsinálni. Miért volt ez a neve alapból, hogy ja, Sotiris. Sotiris. Dungeon Siege. Milyen kár, hogy a nagy remasterek rebootok idején ebből nem készült egy felújított verzió. Nagyon király lenne. Nagyon király lenne, srácok. Aha, fej. Hát a fej az gyakorlatilag... Aha. Aha. Hát a fej határozza meg a stílust. Nem is tudom amúgy. Jó, ez valami más lesz ez a fej. Ez valami teljesen más. Én nem tudom, ez most így mit állít, de... Legyünk ők. Ez valami nagyon durva. Aha. Egy ilyen fekete hajó. Az a helyzet, hogy a fejjel is, meg a hajjal is a karakter haját állítjuk. Jó, jó lesz ez. Bőr pedig... ez pontosan jó. Pignek pedig legyen neki... Milyen nadrágok vannak? Hát ez nagyon durva, srácok, milyen nadrágok vannak. Ezek, tehát amit most itt beállítunk ing meg nadrágnak, ezek lesznek az elsők, amik így lecserélődnek kb. Na, ez így tökéletes. Ez így tökéletes. Ez így tökéletes. Sotiris meg is születhet. Nehézség pedig normál lesz, mert azt hiszem, amikor a nehézre raktam, akkor azt meg is bántam. Ne lepődjetek meg, hogyha ilyet kiír, ez teljesen normális. A long time ago. Dégeségen történt Arana kontinensén. Az egykoron hatalmas csillagok birodalma széthullott és feledésbe merült. Szétmorzsolódott a saját légióinak hatalomvágya és egy irgalmatlan és ősrégi gonosz hatalom között, mely kívülről ostromolta a birodalmat. De a tizedik légió, a birodalom legbátrabb és leghűségesebb egysége visszahúzódott a nyugati tartományokba, Ehb földjére, hogy megőrizzék azt, amit a birodalom elvesztett. Új hazájuk rögös hegyei és gazdag völgyei között megalapították Ebb királyságát. Egy királyságot, amely 300 éve békében és jólétben él. De a békének és jólétnek megvolt az ára. Csak kevesen emlékeznek a gonoszra, mely az emberekkel szembeszállt. Még kevesebben vannak, akik a sötét varázsat leemlékeznek, mely mindannyiuk megmentésére ki lett mondva, és senki sem sejtette, hogy a királyság jövője... Egy egyszerű farmer kezébe lesz, mikor a múlt meg akarja bosszulni magát. Micsoda a kutyus, azt nézzétek. Na,
A krogok támadnak. Nem tudom, nem tudtam visszatartani őket. Te egy rég jó barát vagy, de most már nem tudsz semmit tenni, értem. Menj Kühidára. Gyonhoz. A krugok máshol is elárultak minket. A királynak szüksége lesz olyan bátor emberekre, mint te vagy. Indulj azonnal. Jelszinkronos végigjátszás, végre mosolygós fej. Köszi, Szemáz. És ettől a grafikántól el voltunk ájulva, nem semmi. Ja. 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 Egy új feladat jelent meg a feladatkönyvedben. Keresd fel Gyont Kőhidán. Keresd meg Nori barátját Gyont Kőhidán. Első akt. És így vissza lehet játszani a dumát. Szevasz, puca. Ugye, kalandorok könyve. Az egér lehetővé teszi a mozgás és egyéb akciók koordinálását. Kattints a tárgyakra, azokat összeszedi használni, vagy egy szabad területre az odajutáshoz. Igen, egér mutató tárgy fölött rövid leírás. A képernyő alján, igen. Jó. Úha. Egy tipp a 14-ből. Na, lesz még 13 másik tutoriál. Tűzlövedék. Na. Hát, csapjuk agyon amúgy a krugot. Na. Külön kell bekapcsolni, hogy lássuk a HP-ját az enemynek. Itt egy széklág, meg egy zep. Küld a létező település Szlovéniába. Komolyan? Csillát lehet forgatni amúgy a kamerát. Parasztok rövid íja. Oké. Okay. Ott az iránytű a jobb felső sarokba. Nem néz ki rosszul, csak azt kell mondani, hogy a landscape inspirált, azt jól vagy. Mai napig megvan azért ez a játék, bár csak valami PC gurus vagy GSS adott demóval játszottam, de a szamára még emlékszem. Az volt, puca. Azt hiszem, amúgy én is a... Amúgy GameStar-os volt, szerintem, mert nekem nem járt a... Kamera szögét is lehet állítani, bocsánat a fake infoért, de csak eddig. Nekem csak a GameStar járt. Pillanat, srácok. Meg kell néznünk, hogy... Program prioritás emelés. Másodpercenkénti képek száma. Ja, FPS mutatás, az nem érdekel. Játék tippek. Többet. Vér színe vörös. Feldarabolódás. Azt akartam megnézni, hogy mivel lehet... Na, ez kell nekünk. Alakzatot tudunk majd állítani, ami egyébként itt van jobb alul. Csapatvezér kiválasztás, a gyors fegyverválasztás, H-val tudunk gyógyitalt inni, M-mel pedig manát. Kameraforgatás, kameratávolítás, na basszus, hát full fake infoztam nektek. Chatablak. Mert hogy lehet kóba is játszani. Pillanat, srácok. Az RTX-et csak bekapcsolnád? Dungeon Siege-et megállítani, space vagy a pause gomb. Egészség, mana jelző, X. Na, ez kell nekünk. Ott van alul. Remélem, hogy az ellenségét is mutatja. Tényleg van zoomolás, és hát tényleg full fake infót nyomtam nektek. Ja, mutatja a HP-ját. Rongy! Kalandorok könyve. Ha az egészséged egyharmadára csökken, a karakterképet figyelmeztetés kép sárgán kezd villogni. Italokat gyorsan felfrissített... Igen? Igen, gyógyital inni, ezt ugye néztük. H meg M, azt hiszem. Space. A pause. Jó.
Amúgy azzal, hogy így le lehet pauzolni olyan... olyan... hát nem is tudom. Olyan szerepjáték feeling az egész. Szia istag, ez egy régi... ez egy régi ARPG. Széklábnak 1-3-ig van a sebzése, a varázskönyvbe pedig így kell bepakolni. Tűzlövedék és természetmágia. Ezer éve kivittem a második részét. Hát ez az, Gábor, ez full retro. Ez full retro. Nem tudom amúgy, hogy ijászt vagy varázslót csináljunk. Én azt mondom, legyünk ijászok. Úgyis lesznek még karakterek, akik a partinkban lesznek. Jó lesz az ijász. És akkor át kell váltanunk itt, hogy az íjjal támadjunk ne a közelharci fegyónkkal. Kapja. Jobbról hallottam hangot. Na, megyünk, srácok. Kár, hogy már nincsenek gaming újságok. Hát... nem tudnák fenntartani magukat. Hú, de fura volt. Fura, hogy nem támadunk automatikusan. Akkor szerencsére nem fogy durván a HP-m. Igen, nézőpont változtatás, igen, szögek, plusz-minusz, görgetés. A háló inges íjász. Azt nem tudom, hogy van-e attack gomb alapból. Vagy nekem kell célozni. Valószínűleg amúgy nekem kell célozni. Aha, automatikusan támad. Jó. Nagyon jó. Tehát akkor van automata támadás a játékban. Ja, annak én is nagyon örülök, plusz, hogy visszatérnek a demók. Az nagyon király. Örülök, hogy ez erre így szánnak energiát. Na, lassan amúgy szintet lép az íjászkodásunk. Azt mondja, hogy rongy 1-es, rongyos bőr 3-as. Na, hát azt visszük. Na, ott van, elérte az első szintet a karakterünk a távolharc képességben. Talán azt is kírja nekünk majd a játék, hogy hogyan tudunk fejlődni, mert... bár lehet, hogy ilyen fejlődés már csak a kettőben van. Távol harc. Igen, itt nem is jó a fordítás, mert azt írja, hogy... a szürkecsék jelzi az előre haladottságodat a következő harc mágia szint felé, de közben itt a távol harc van. Hát... ez a mutatni, ez mit csinálhat vajon? A karakteremet mutatná. Á, értem. Hát nem tudom, hogy most a képességeket hogy tudjuk majd bizgatni, srácok. Nagyon bántanak.
Na majd jobb lesz, srácok, hogyha többen leszünk. 5-9. Ez egy kétkezes fegyver. Normális támadási sebességgel, tehát mindenféleképpen upgrade. Így van. 5-9, 3-6. Ja. Ó, és van térkép is, srácok. Kalandorok könyve, leltár kinyitása. I. Varázslatot be lehet húzni a varázskönyvbe. Q-val lehet váltani közelarci és távolsági cuccok között, meg a varázslatok között. Ugye ez az, amit én is csináltam. Jó. Volt újság, ahol leírták a cheat kódokat? Komolyan? Milyen hangja van ezeknek a rangadozóknak? Hoppá, one shot. Igazából jelenleg csak megyünk az úton. Én egy erős íjászt akarok csinálni a karakteremmel. Itt a sebzés számokat nem lehet kiíratni egyébként? Vagy az csak a kettőbe volt? Hogy lássam, hogy mekkora? Hát kellenek majd a HP potik. Ja, és ugye olyan is van a játékban, hogy ha nem tudsz visszamenni ugye az előző helyre, ahol volt shopos, akkor vissza kellett szaladnod. A kalandorok könyve, igen. Érdemes néha menteni, azt mondja a játék. Tessék. Sotiris mentés. Tehát, hogy szívás van olyankor, hogyha vissza kell menni az előző faluba, hogy vegyél magadnak potit, ha kifagytál belőle. Azt hiszem, hogy F5-tel is tudunk menteni. Nem lehet F5-tel menteni. És valami gyors gomba mentésre, srácok? Nem vágjátok véletlen? Ott van F9, F10. Játék sebesség növelés, oké. Tehát F9. Jó. És nem lehet egyszerre kamerát mozgatni, meg mondani a karakternek, hogy merre menjen. Hát ez gond. Hát hogy megyem nektek? Nem túl zottan kielégítő az íjász. Kripták története. Pont Kühid a városán kívül Veszik Ebb legfontosabb temetője. Itt találhatóak a 10. légió parancsnokai. Főmágusai és hősei mellett Ebb királyainak és királynőinek sírhelyei is. A kriptát a 10. légió szentelte fel. A seckek elleni hadjárat során és a szabadságharc egyik legbéresebb csatájának színhelyén található, mikor a légió parancsnok Karaese Noanni a csata után meglátta az eleseteket, parancsot adott a csatamező közepének megtisztítására és az építés megkezdésére. Következőképp szokták idézni, a mai naptól nincs olyasmi, mit ne váltott meg ezeknek a nemes szíveknek a vére. Évszázadok során gazdag családok a sírrablók ellen több és több szintet titkos járatokat építettek hozzá. Manapság a kripta áttekinthetetlennek számít, ami miatt a legtöbb temetés a bejáratot környező temetőkbe történik. Kell egy meat shield az íjászhoz. Ja, kelleni fog, igen. Térkép, forgatás, nagyítás, parancsadás, térképen keresztül. Jó.
Ajajajajajajajaj. Ő egy frak lövész. Elég combos. Szia, Yoko sensei. Nekem a második rész volt a kedvencem, az sokkal... sokkal... hogy is mondjam... felhasználó barátabb egy mai embernek is. Nagyon sokba fejlődött, inkább úgy mondom. Azt mondja, hogy... á, látom, figyeljetek csak. Támadni. A karakter mindenhova követi az ellenséget, a karakter a helyén marad. Védekezni. A karakter nem támad, csak visszatámad. Na, ezt be kell állítani, hogy mindenkit támadjon. És menjen nyugodtan. Tehát Sotiris IS és egyes szintű a távolharci képessége. Hoppá, hogy szétesett az enemy. Durva egyébként, hogy már ugye itt kalkuláltak azzal a stattal, hogy hogy a pontosság. Tehát nem minden lövésünk talál az enemire. Beszélni akarsz valakivel, kattintsunk rá bal klik. Gyakran fogsz emberekkel találkozni, akik a segítségedre szorulnak. Jó. Mutattam volna, hogy kőhide felé akarod magad átverekedni, hogy kiderítsd, mi hergelte fel ennyire a krugokat? Ha előtte lenne egy kis időt egy öreg ember, öreg szomszéd számára, kérnék tőled egy szívességet. Mikor végre felfogtam, hogy a krugok támadnak, megpróbáltam a biztonságos pincémhez eljutni, de ott már lestek rám. Ha a kőhidai hosszú útra felszerelésre lenne szükséged, és nincs ellenedre, a maradék rúgokat kiűzni a pincéből, elláthatod magad a készletemből. Jó. Jó, jó. Nyomja neki. Sotiris Kenninek is, srácok. Durva, hogy egy kutyának több a HP-ja, mint ezeknek a rugoknak. Oké, támad automatikusan a karakter, zsír. És hogy 20 nyilván száll ki a fejébe, nem zavarja. Hát ő kemény. Ő kemény. Nagyon hiányzik a minimap. Egyébként. Na hát, egyes ruha, kuka. Az is kuka. Kettes, az is kuka. Elhasznált kalapács. Gyors. 2-4, kuka. Amfág. Aha. Vasvilla is van, tompatör. Hát igen, most még szívás van. Nem tudunk mindent eltenni. Szerintem van valami minimapszerű benne, ha jól emlékszem, de abban nem lehet előhozni. De abban csak ez van sajnos. Ezek ugye a rendes térkép. Na és amúgy
Ami nekem tetszik amellett, srácok, hogy ARPG, hogy rengeteg ilyen puzzle-szerűség van benne. Egyébként, tehát, hogy... Ujjjj, ő nagyon combos enemy. Tehát, hogy nem csak annyi van, hogy ugye ölöd az enemit, hanem, hogy kincsek vannak elrejtve ilyen puzzle-ok mögé, és az is amúgy baromira tetszik. Furkó. Mr. Furkó kiesett. Arany, arany, és megyünk le. Itt egy kicsit körbenézünk. Nekem is srácok nagy kedvenc volt a kettő. Furkó rongy. Élet szívó. A Neverwintert azt nem vágom. Tüskés furkó. Hát ami nekünk innen kell, srácok, az... Az így. Igen, megcsináltuk Edgarnak a küldét. Kitisztítottuk a pincét, de az helyzet, hogy azon kívül, hogy sok arany volt, más nem nagyon volt itt, skacok. Erre, hogy nem látszódik amúgy mindenkinek a HP-ja. Csak azért, akire ráviszem az egeret. Na, nő valaki. Ez van hit. Darkstone 2, volt benne egy feladvány, bevittük az angoltárnak, hogy fordítsa le, mert nem tudunk tovább haladni. Ne is mondd a Darkstone-t. Darkstone-nak a demójával játszottam, mert ugye az volt csak rajta a GameStar CD-n vagy DVD-n. És az a game nekem baromira bejött. Nagyon sok órát beleraktam a demóba. Pedig amúgy nem lehetett sokáig eljutni. Úgyhogy Darkstone-t is majd akarok játszani. Szeretnék rájönni, hogy mi tetszett nekem annyira abban a játékban. Mert most aztán már gőzöm sincs. Sotiris ügyesebb lett, azt mondja. Az annyit jelent, hogy nőtt egy statunk? Igen, nőtt egy statunk. Ezért szüntették meg a demókat, mert tetszett a játék, de nem vettem meg. Mire kerestél, Egerépa? Nem felfogva játszottam el? Aha, kettővel, de újra is játszottam streambe. Idén. A Darkstone 2 nekem nem is rém lett, csak az egy. Menekül! Gyáva! De mók csökkentették az eladásokat? Hát, nem tudom. Én nem azért nem vettem meg a játékot, mert hogy el voltam a demóval is, hanem mert a szülők még a demóra se adtak volna pénzt. Manapság azért a szülők szívesebben adnak pénzt a játékra, mint annó. Az internet nélküli idők nehezek voltak. Nekem nem nagyon volt olyan istom.
Lehet csak sima Dark Zone, csak az emlékeim megtépelnek. Én a Dark Zone-t csak azért emlékszem, mert hogy GameStar demo volt. Átkozott krugok. Mindig is tudtam, hogy nem valami okosak, de most felülmúlták önmagukat. Először felgyújtják a hidat, majd ráküldenek egy kocsi karavánt, miközben az egész lángokban áll. Most aztán az egyetlen út kőhide felé odalent van, ami azt jelenti, hogy csak a régi kriptákon keresztül lehet eljutni az útra. Soha az életben nem fogok arra menni. Ott van. Én azt hiszem ott hagytam abba a Darksnak a demóját, amikor volt egy terem, ahova be lehetett menni, és középen meg volt egy ketrec. Ez nagyon élénken él az emlékeimben. Középen volt egy ketrec, és sehogy nem lehetett oda bejutni, de mégis volt bent valamiféle ellenfél. És én mindig addig jutottam a Dark Zone-ba. Ezek a farkasok elég erősek. 18 HP-juk van. Ez jó lesz. Jó, jött egy újabb adagnyi farkas. Ilyen is lehetett halni a Darkstone-ba, komolyan. Micsoda survival game. És a HP poti úgy működik, hogy nem azt, tehát hogy a HP potiba ha a HP potiból megiszod a mennyiséget, nem elhasználsz egyet. Itt például biztos van olyan, amiben nem 200 van, hanem itt olyan kevesebb. Ja, ott egy 168-as apró gyógyital van. Mire gondolsz, Tékalent? Ezek a farkasok. Szoptilis elérte a második szintet. Szóval srácok, nem emlékeztek, hogy a Dungeon Siege 1-ben volt egy ilyen kripta? Skill rendszer? Akkor végül is nem tudod túlhiálni magad. Nem. És nem is megy felesbe a poti. Tehát elnyomhatod 90% HP-nál, akkor nem bukod el, érted? Ez egy shrine, HP töltő shrine. Inventory-ban vannak skillek, be kell rakni a stopot. Hát igen. De azok nem skillek, azok spellek. Ami itt van, az spell. Mágikus, tehát ez mágikus páncél, az meg zap, az meg tűzlövedék, az meg életszívás. Tehát ezek a spellek, én a skillekre gondolok. Hogy így fejlődik ugye a távolharcunk, tehát a távolságunk, és az a helyzet, hogy nem tudom egyébként, hogy ezzel így érek-e bármit is. Ilyen fegyver skillek azok a kettőbe voltak, itt a térkép, itt a képenyő alján jelezte ezeket. Nincs itt, csak az fejlődik, amit használsz. Ó, köszi szépen, Sephirot. Köszi. A kettőben már volt ilyen skill rendszer. Ez a játék így nagyon az RPG-k és az RPG között volt, inkább közel állt az RPG-khez, de hogy így például azok a puzzle-ök is nekem nagyon adták, az is, hogy így a csapatodat hogyan rendezheted. Hát, hogy ugye merre, milyen formációban legyenek. Ez azért annyira nem jellemző egy RPG-re. Na nézzétek, csak ott van egy kripták. A Szent Vér kriptái. Ja, értem, Tékalent. Ja.
Ebben vagy a kettőben lehetett szamarunk. Ebben lehetett szamarunk, a kettőben is. A kettőben skorpiónk is lehetett, meg csomó minden. Ebben szerintem csak szamár. Amit szamár, az biztos. De hogy más állat, azt nem tudom. Az attack move az nagy találmány volt. Nem tudom, hogy ebben a játékban van-e attack move. De hogyha van, akkor kéne használnunk. Ő egy Kruga tanonc, egy mágus. Azt megnézem gyorsan, srácok, hogyha nem bánjátok, hogy van-e benne attack move. Z-vel össze lehet gyűjteni a zsákmányt. Pont táblázat. Automatikus rendezés, hadiparancsok, F. Szerintem ilyen nincsen. Támadást kikényszeríteni A. Ja, automatikus, tehát hogy így lő egy bizonyos pontba. Akkor ez nem az. Szerintem nincs ilyenünk. Ezt se lehet stoppolni. Jó. Aha. Mondom, hogy hova, és ez sem megáll azonnal. Jól van. Hogy kírja, hogy Dungeon Siege-et leállítani? Miért mi mást állítana? Hát ugye a szünetre gondoltak, csak nem tudom, ilyen furán nevezték el. Jaja, a DS1-2 nekem is nagy favorit mai napig. Pedig hát, ha belegondoltok, hogy ugye teljesen új stúdiót csinálta a 3-at. Most már talán ilyen szemmel lehet, hogy másképp állok majd a 3-hoz. Főleg, hogy már ennyi játékkal játszottam a múltban. Akkor meg ugye nem sok játékkal játszottam, amikor a 2 után jött a 3. Szóval ja, az Obsidian csinálta a srácok a DS3-at. Egy vadonatúj engine-nel ugye. És a Square Enix volt a kiadó. Azért ők jó pár dolgot letettek azóta az asztalra. Ja, nagyon sokba változott. A tündér mannával ajándékozott meg. Akkor ez csak ilyen mana törtő, shine, itt igazából nincs semmi. Nem, ez nem mana törtő, shine volt. Oho, na. Nem tudom, kinél vannak amúgy a Dungeon Siege-nek a jogai, de jöhetne. Jöhetne amúgy egy Dungeon Siege reboot vagy egy remake. Ja, a Square Enix volt a kiadója és az Obsidian fejlesztette. És az az engine van, tehát a... Ha ez a hogyha nincs a Dungeon Siege 3, ugye akkor más lett volna a helyzet a South Park-kal, mert hogy ugye az az engine került a South Park alá, a Stick of Truth alá, ami a Dungeon Siege 3 alatt van. Durva. Na jó, tehát ők közel harciak, tehát akkor elmegyünk a fenébe. Kájtoljuk őket egy kicsit. Returned. A Hódanna. Köszi szépen a 44-et. Köszi szépen a támogatásodat, srácok. Regjenek a szvegek. Szaja! Jól lenne egy reboot. Vagy egy rework ezekben. Szerintetek ennyi volt egyébként? Csak nem te is játszottál ezzel, Dana. Mit kaptunk?
egy húzó botot, amihez intelligencia kell. Ezt jó lesz megtartani majd később egy másik karakternek. Nagyon sokat játszhatunk ezzel. Hoppácska! A Dungeon Siege 3 nem kapható Steam-en, de a DLC hozzá, igen, azt hogy? Amúgy nekem azt hiszem megvan mind a három, Zakika. Gogon fent van mind a három. Aha. Zsír. Nagyon szeretted, Viti? Nekem a kettő van ott a szerem. Hármat hárman toltuk lamba, nevel apámmal, nővéremmel. Hoppácska, micsoda. És akkor a kettővel meg az egyen nem is játszottál? Ezek szerint? De csak a három volt, amit nagyon sokat nyomtatok. Én meg kíváncsi leszek majd a háromra, mert így emlékeim vannak, hogy ugye megjelent a három, és hogy azt mondtam, hogy ennyire borzalmas. Ennyi van. Ennyi van meg így emlékként a háromról. Amúgy nyomok már egy mentést. Szíves lenne, hogyha így meghalunk, azt kezdhetjük előre. Ez még olyan játék tényleg, amiben nincsen autószév. Spell Force? Nincs meg. Régi játékok közül nem sokat vágok, mert hogy aminek kijött a demója. Vagy apum beszerezte nekem. Azon kívül mással nem nagyon foglalkoztam. Jobbra vagy balra? Jobbra, ott vannak a kriptákok. Jó, kapják. Ott egy tündér. Azért jövünk egyébként erre, mert látom, hogy hol vannak a kripták, és először mindent felfedezünk, ami nem a... az objektív felé van. Egyébként azt hiszem a Van Helsing is ilyen, mint ez a Dungeon Siege, hogy kevés szörny van, hosszú az út, és nagyon sokat kell írtani a népet, és nincs meg az az érzés, ami a Diablo-ba is, hogy mekkora isten császár vagy, hogy szétcsépeled az ellenségeidet. Aha, végeztünk a pókemberrel, jaj, gerépen. Ez szívás, ez kettő farkas, nem? Szia, kiosi szemem. Majd ha ütöd a csontra, ez a gyorsabban? Jó kérdés. Ja, ne is mondom, hogy Oko Sensei, hogy a Broken World, tehát a kettőnek a kiegével úgy lehet játszani, hogy ilyen izé, tehát hogy az nincs fönt sehol, ha jól tudom, a Broken World, szóval hogy így ilyen pastebines leírásokon keresztül lehet összemókolni magadnak. Ami már valljuk be azért annyira nem legál dolog. Wow, Dana.
Hát ugye igen. Apukám a Ubisoftnál dolgozik, a kisugom meg Dana, így van. Így van. Ha mehetünk le a kriptába, mert én itt már nem látok semmit. Várjatok, itt ez most miért villog? Norik barátjával kell találkozni, Gyornal, Kőhidán. Én is úgy raktam össze anno, hogy... És fura, hogy a GOG-ra nem a fullos verzió került fel, mert a Broken World csak hozzáad a content, ez el nem vesz. Ja. Én már nem is emlékszem amúgy. Azt hiszem jöttek új klasszok is. A Broken World-be. Nagyon lehetett ilyen klasszmixek, hogyha jól emlékszem. Azért majdnem inasba rakott minket ez a csonti. Görbe buzogány. Azt hiszem, hogyha Kőhidára érünk, akkor tudunk majd először csapatot bővíteni. Hát addig meg ilyen szenvedés lesz egy kicsit. Bőr csizma. Az első. Na hát ezt ki is dobjuk. Ja. Hát igen, és látjátok, hogy most mi van. Hiába gyűjtögetném az itemeket, ugye nem tudom eltárolni magamnál, mert hogy nem nincsen vendor. A Titan Quest azért nekem így stílusban közelebb állt hozzám. Azt játszottam is, a Titan Quest-et. Valami damage kéne, mert mínuszos a dép. Hát konkrétan igen, híleljük az ellenséget. Ne is mondd. Hát ugye ez a gond ezekkel a buildekkel, a melee-vel meg a range-del, hogy így egyszerűen nem skálázódik a sebzésünk. Legalábbis azt hiszem ez a gond. Egyedül jobban menni csapatban? Van-e valami hátrány, hogyha csapatban nyomom egyébként? Azt sose tudtam. Na nézzük. Oké. Okay. Jó. Ja, én is a Titan Quest alapjával játszottam, már mint úgy alapjával, hogy... Ugye az Anniversary Edition, addig játszottam, addig a fő szál tartott. Igen, a Dungeon Siege-be egyedibb a gameplay, igen. Abszolút. Azt nézem, hogy vannak valami gombok a... vagy valami kapcsolók. Hogyha amúgy láttok ilyen kapcsolókat, nyugodtan szóljatok, srácok. Na, üljed őket. Ja, a Titan Quest Anniversary Edition, az jönnek a DLC-k, így van. Szóval nem tudom, srácok, ti esetleg nem vágjátok, hogy nehezedik a játék, hogyha többen vagyunk? Hivatalos? Persze. Keres rá Steam-en, Titan Quest Anniversary Edition.
Nem hiszem, csak nem lesz neki ilyen 3 órás csaták. Nem tudom. Nem tudom, egyébként nem emlékszem Garépa. De mintha egyébként könnyebbnek tűnt volna a játék, hogyha több karakterrel játszom. Aztán a fene se tudja. Csacsi mindig volt. Na, tessék, 68 HP és csontváz kapitány. És egyeket sebzünk bele. Nem, hát én is ismertem olyat, nem csak Piti nyomta így. Nekem is voltak ismerősök, akik úgy nyomták, hogy Samara Szevasz, tehát hogy izé fő karakter meg a Samar. Megy a kájtolás. Na, már fél HP van, srácok. Ugye olyankor nem kell annyi karaktert menedzselned. Ebben nem is kárázodik attól, hogy vannak csapatársai. Hogy nem a unalmasabb? Nem tudom. Piti, neked nem volt unalmasabb? Én mindig kimaxoltam a partit. Hoppá, tessék. Ja, és amúgy ez is nagyon tetszett, hogy ugye úgy fejlődik a képességünk, ahogy használjuk. Hogy, hát képesség. Tehát úgy fejlődünk, hogy használjuk, és nem úgy, hogy megölünk valakit. Zúzó, apró fémpajzs, elhasznált merev bőr. Hát ez az, amit nem fogunk tudni használni, mert nem lesz sose 14-es erőm. Páncélzat 44. Mondjuk lehet, hogy azt elhozzuk. De ezeket a kis töröket, ezeket kidobálom. Meg annyit csinálunk, hogy ezeket berakjuk ide. Úgy se fogjuk használni. Legalább legyen bent. Ne a rendes helyünket foglalja. Én is mindig full parry-vel mentem. Full parry? Azt hogy kell érteni? Ja, vannak dialógusok karakterek között, bár szerintem az már csak a kettőben, nem? Nagyon szeretem ezt a játékot, pont mindig gondoltam rá, hogy nekik kéne volni. Hajrá, hajrá! Babzsák! Fújjott egy kapcsoló. Ja, hogy full party? Mondom, valami full parry, valamiről lemaradtam. Szerintem őt már nem fogjuk tudni megölni, vagy igen? De... És kidob valami legendás lootot. Nem, szerencsére nem dobott ki legendás lootot. Aha. Jó, halt. Igen, most már emlékszem, srácok, hogy azt hiszem valahogy 2 éve játszottuk a Van Helsinget, nem játszottam végig. Valami közben jött, és így félbe lett hagyva az a végigjátszás, amit nagyon-nagyon sajnálok, mert ha jól emlékszem, már a második játéknál tartottunk. Úgyhogy van az a Van Helsing, amiből benne van az összes, és annál tartottunk a második résznél, hogy így a játék, tehát hogy vannak abban a nagy Van Helsingben játékok, és azon belül az aktok. És ott már a második játéknál tartottunk. Neked Game Breaking Bug miatt szakadt meg? Aha. Neocore Games-es Van Helsing? Azt hiszem igen. Van más milyen? Azt is majd szeretném végigjátszani.
kis gyógyital. Hát az helyzet Yoko Sensei, hogy ja, lesznek játékok, csak hát azt akarom, hogy legyen egy ilyen végjátszásunk, ami így kitart év végéig, és akkor végjátszuk ezt, meg az ezt követőeket. Tehát ha arra ráállunk, akkor mindenféleképpen lő egyet. Én itt most speciál nem látok semmit. Aha. Hát nem tudom. Itt sem látok semmit. Mi az, amit nem veszek észre, srácok? Pedig biztos, hogy jó irányba mentem. Ilyet miért akarnék csinálni? Értem. Akkor nem jó irányba mentünk. Ez egy opcionális irány volt. Wow! Azt hittem, hogy az volt az út. Hát itt nagyon köpködnek minden irányból. Varázskönyv. Valahogy sejtettem, hogy most mindenki is meg fog minket támadni. Szávasz, Richmond. Ja, van lighting attackunk. Szeretnétek megnézni? Lighting attackunk az olyan, mintha nem is lenne. Viszont mini fegyverrel könnyebben szétcsapjuk az enemit. Hát igen, Konix, érezd is rosszul magad, hogy nem ismered a Dungeon Siege-ot. Ez minimum 5 óra kukoricán térdepelés. Kaptunk egy mana italt. Üdvüd mindenkinek, srácok. Na, gyorsan erre elhúzzuk. Na, és a végére rálőttünk kettőt. Hűhidai etán élete. Hűtlen, gondolom. Na nézzük, mi a helyzet Hűhidai Ethannál. Azt hogy nyitottuk amúgy meg? Így? Jobb klik. Kőhidai Ethan nem volt idegen a kereskedők világában, fiatal korában a birodalmi fővárosban, Jarajában sokszor csak lopott tojásokkal vagy szép üvegszilánkokkal tudott egy meleg vacsorát szerezni. Rövid szolgálati idejében, amit a második légióba töltött, megtanult egymást a lókereskedésből, és jó érzéke fejlődött ki ahhoz, hogy egy rossz üzletet felismerjen. A katona élet unalma nem illett bele abba a képbe, amit Kőhida festett a kalandról. 596-ban kilépett a légióból és egy kereskedő társasághoz csatlakozott, amely nyugaton működött. Nem sokkal Ehbe érkezése után találkozott egy druggal. Hamarosan meg volt győződve róla, hogy egzotikus fegyvereiken és ékszereiken kívül értékesebb portrékájuk is van, melyet más társaságok minden fáradalmuk ellenére nem tudtak megvásárolni.
Kifigyelte, hogy a drugok valami tojáshéjszerű, finoman, olajos, csillogású, arasznyi vastag anyagot dolgoznak fel. Az erőfeszítéseikből ítélve, amelyek ezen anyag feldolgozásához szükségeltettek, keményebb kellett, hogy legyen, mint a gránit. Egy kis mennyiség eladása, urasági villa padló bevonataként óriási jövedelemmel kecsegtetett számára. Kühidainak szerencséje volt, mert a drugok nem tudtak mit kezdeni a burkolattal, sőt egyenesen örültek neki, hogy megszabadulhattak tőle. Annak különösen örültek, hogy cserébe olyan tárgyakhoz jutottak, amelyekért korábban fegyvereket és ékszereket kellett volna adniuk. Idővel megszokták a drugok a kereskedést Ethannel, és végül fegyvereket is eladásra kínáltak neki. Ez olyan ajánlat volt, amilyet eddig senki sem ért el náluk. Gazdasága rövidesen óriási sebességgel gyarapodott. A drug bosszú idején legmódosabb lakói közé számított. Szia, Tamás! Annó lenyűgöző volt, hogy indulás után loading screen nélkül végigmentél az egész játékon. Tényleg amúgy, most hogy mondod? Tényleg, én sem emlékszem nagyon loadingokra. Max ugye, amit a teleportokkal csináltál. Erre még nem jártunk. Akkor itt még körbe kell néznünk. Tényleg most, hogy mondod, Estamás? Karakter magától tüzel, vagy komoly kattintás mennyiségkel? Itt lehet beállítani, hogy mit csináljon. Mindenhova követi a karakterünk az ellenséget. Bármelyik ellenfélre rátámad, és a legközelebbi látható ellenfelet támadja. Tehát ilyeneket be lehet állítani. Ahogy látom, itt amúgy nincs semmi, tehát mehetünk tovább. Üt-üt. Egy kicsit hátrébb jövünk. Kapja. Ő is kapja? Ő is kapja. Azt hittem, sose fogjuk eltalálni. Jó. Sotiris ügyesebb lett. Meg kéne nézni amúgy, hogy mit tud ez a stat. Aha, tehát jobb lesz a távolsági fegyvernek a pontossága például. Minél nagyobb az ügyesség értéke, annál jobb a hordható páncél színvonala és a távolsági fegyverek pontossága. Értem. Hát az erőre is úgy hasonló egyébként, tehát hogy erő is kell ahhoz, hogy páncélokat hordhassunk. Menekül. Gyáva! Gyáva! 9 arany, meg egy rongyos bőr. Az helyzet, hogy a varázskönyvből nekünk nem kell még egy, úgyhogy az kuka, illetve 2-es csizma, 15 az egészséghez. Hoppácska. Faág, kuka. Ezeket a történeteket amúgy érdemes gyűjteni, mármint hogy így majd leteszem később, a későbbiek folyamán. Monaital se biztos, hogy kéne. Hát a székláb azt szerintem pláne nem kell. Na és akkor most, hogy így rendet raktunk, elfér a rongyos bőr, ami 3-as páncél, tehát nem kell. Akkor lesz majd király, hogyha megjelennek a csontváziászok, már ha vannak csontváziászok. Egy jó széklábat. Hát jó, de egy széklábban mit csináljak? Ha még 4 lenne, azt mondanám, hogy keresünk hozzá valamit, de ez egyetlen egy darab székláb, Onyx. Egy széknáb jó karónak, azt mondod?
Fleshkönyvben lehetnél a több is feltöltött scrollokkal, és majd odaadod egy másik csapattársnak. Ja. Jogos. Így is már a mostani varázskönyvemben olyan cuccok vannak, amiket egy másik csapattársnak akarok adni. Mert hogy ezzel szerintem nem nagyon akarok varázsolni. Ez a karakter lesz a csapat íjásza. Jaj! Hogy néha megáll a támadással. Bőrkesztyű. Na, kesztyűnk se volt még szerintem. De volt, akkor mindegy. Ezekben a cuccokban eddig csak kevés csapda volt. Azért kerestem. Sziasztok, én imádtam a második részét. Én is. Johnny. Az a jó, amikor kettőt lövünk rá. Nagyon jó. Csípkedjük AP-ját. Jó. Hűha. Itt durva a buli. Azt hiszem, most jött el az ideje annak, hogy épp jöjjünk. Hát akkor még hátrébb. Harmadik dungeon. Itt vannak ilyen dungeonok? Jós hiszem. Mi számít itt dungeonnek? A barlangok? Ja, olvasott a játék címében a Dungeon. Ez az első kazamatánk akkor. Jó. Na hát ott az mi is volt? Apró fénypajzs. Buka. Csip-csirip-csip-csip-csip-csip-csip. Azt annyit tudok mondani most nektek. Egy jó székláb, mint fogvány, jó, azt mondjátok? Érdekes. Utolunk. Na. Ő volt valami jáde izé, nem tudom mi. Hú, milyen jó, hogy nem találtam. Nem kellett nyomnom a hílt. Úha. Durva helynek tűnik, így elsőre. Sotiris erősebb lett, srácok. Na, jött egy mágus. Egy Kruger sámán. Aki menekül. Gyáva! Jaj!
bőrkesztyű. A sámán az jó messzire elmenekült, srácok. Az igen, szedi is a HP-mat rendesen. Az a nagy alak, hogy megtartsuk-e a mana italokon. Nem hiszem ez. Hát igen, csónaknak indul, fog piszkáló lett belőlem. Nem tudom, hogy ez az az út, ami nekünk kell. Hogyha ez itt most zsákutca lesz, akkor ez erre akartam lenni. Remélem, hogy ez a zsákutca, srácok. Hát az a helyzet nem úgy néz ki, mint hogyha nagyon zsákutca lenne. Visszamegyünk, visszamegyünk. Ez nem zsák utca. Rövid így. Apró manna ital. 5-től 9-ig. Hát, srácok. Nincs upgrade. Nagyon nincs upgrade. Ugye erre nem tudunk menni, mert be van omolva. Hát az ellenséget ez nem érdekli. Töredezett bot. Húsz arany. Apró gyógyítalt lehet elkerakni. Azt mondom most, hogy kemények vagyunk, nem kell. Nem kell a gyógyital. Azért jöttünk vissza, mert itt egy ajtó. Ja. Bátor utolsó szavak, igen. Nagyon kapják, srácok, a csontik. Annyit lehet amúgy csinálni, hogy a kis kés helyett berakjuk ezt a buzogányt, és akkor megnézzük, hogy milyen. Ezek ellen a csontik ellen. Ah, hát igen! Hát igen! Hát tényleg nem akar. Amúgy köszi szépen, zsiráf. El is felejtettem. Mentés végül nélküli végigjátszás nem lesz? Nem, azt meghagyom neked, Phoenix. Jó? Most ezt meghagyom neked. Sosem mentés. Aha. Jó. Na hát akkor végül is megvan, srácok, a zsákutca. Szuper. Jó, még 4 óra 30 percig térdelek a kukoricán, utána nekiállok. Helyes. Végre valami hasznosat is fogsz csinálni. Nyomod karakterre, nyomod. Wow! Ugye? Yeah.
mindjárt. Na erre nem jártunk, és gondolom, hogy valami kemény ellenség lesz, úgyhogy nyomunk egy mentést. Nem akar megtámadni. Igen, olyan boss feeling. Ez a zene. Ajaj, Rubin méreköpő 45 HP-val. Intenz küzdések. Jelentem, mindjárt meghal. Közben hegeszt minket. Úristen, egyesével veszük le a HP-ját. Szólok, hogyha kettő lesz. Mindjárt enrage-el a boss. Én ahogy látom, egy alkalom se volt, hogy kettő HP. Hopp! Az talán kettő volt? Ó, egy kicsit féltem, hogy nem lesz meg elsőre. Kaptunk valami szívszaggatót. És közben itt volt mellette egy ilyen. Na tessék, 13 ügyesség kell a szívszaggatóhoz, ami kétkezes fegyver. Tehát, hogy ilyet kaptunk. Ergo, megérte. Nem-e fáj a kezem? De nagyon fájt. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon fáj, Zakika. Amúgy valószínűleg egérgyilkos lett volna, hogyha ugye végig klikkelném, mint egy Diablo-ba, de itt álltam egy helybe, konkrétan nem történt semmi, csak nyomtam néha a hílelést. Ők szerintem nem, úgy vannak megírva, hogy nem tudnak a boss terembe bejönni. Tehát E-Hunter csal. Csalik. Diablo-ba se kell, hát amúgy lehet végig tartani, de akkor hol a feeling, ugye? Ulora. Itt van túlóra, srácok. És Sardani. A Sardani mit tud? 3-tól 14-ig támad, aha. Megnézzük igazából, hogy azért ezt tartsuk magunknál. Ezt sok. Jó, amúgy ez is legyen nálam, mert lehet, hogy ő olyan, aki velem akar jönni. Vagy egy hős vagy, vagy pedig a legcsodálatosabb bolond, aki valaha is utamba került. Akárhogy is hálás köszönet. Ulora írnoknő vagyok. Ha még egy napot azzal kellett volna töltenem, hogy a krúoknak sírfeliratokat fordítok, magam is megőrültem volna, mint az öreg Lord Edward. Ezek az ostoba vadállatok még azt sem értik, miként működik a tűz. Miként lehetséges az, hogy egyszerűen értenek az idézéshez? Ez semmi jót nem jelent, de itt nem fogunk sok újat tanulni. Keleten van egy kijárat. Azt hiszem, menjünk együtt. Gyere! Hálás, köszönet! A gondolat egyedül útra kelni nem tetszett nekem különösebben, és ilyessünk. Na nézzük, ő mit tud. Tehát ő egy olyan karakter, aki közelharc, távolharc és a természeti mágiában járatos, és van egy sapkája, amit oda is adok mindjárt a karakteremnek. Tehát, hogy ő ilyen minden esküvében harcmágus. Hova lehet ez? Az azuniták története. Azunai hívei már, hogy azunai hívei már 2 évszázaddal a csillagok birodalmának alapítása előtt az Agalláni hegyek között éltek. Már akkoriban rendelkeztek hívők több tucat generációjának örökségével. Az örök szenvedély első oltárai már a 7. században a légiók útja mellett álltak, ahová a fáradt utazók, ha akartak, betérhettek, prédikációt hallgathattak azunái tetteiről, és ingyenes szálláshoz és ételhez juthattak. 100 évvel az első nyilvánosság után már a birodalom több mint 60 falujába azunái hívők virágzó közössége létezett. Az egyszerű azunái tan
amely virági bért ígért a kemény munkáért, sokkal inkább érhető volt, mint az absztrakt, a távoli csillagok birodalma urainak legtöbbször fizetség nélküli imádata. Követőinek csak jelét kellett adniuk azonáj erejébe vetett hitüknek, és szimbolikusan áthaladniuk az ő pajzsán, hogy a közösségbe felvételt nyerjenek. Arról is beszélnek, hogy egyes esetekben titkos ceremóniákon a különösen erős hitű tagok gyermekeit a tűz jegyével látták el. Állítólag ezeken a gyermekeken halálos sebet ejtettek, mielőtt egy egyszerű folyosón keresztül... mielőtt egy egyszerű folyosón keresztül a Szent Pajzs alatt újra életre lettek keltve. Ezek az azonnaliták, ezek elég furák. Hát én a mai napig klikkelgetek folyamatosan a Diablóba, mint egy hülye, igen. Hát, amúgy jó lenne egy közelharci karakter. Nyomod, tess, nyomod. Szakadozott bőr. Jó, hát ő lesz a mili karakterünk, a Chaisi. És odaadjuk neki ezeket is. Bár varázslónak is mehetne. Nem emlékszem, srácok, képesek karakterek más táskájából inni, vagy muszáj mindenkinél HP potinak lennie? Az helyzet, hogy nagyon kell nekünk a Miri karaktere, a tankolós. Sajnos nem. Okés. Köszi. Kell, hogy legyen nekik az inventoriba. Aha. Tudom, hogy van gyors rendezés gomba. Ja, és olyat is lehetett csinálni, hogy ott van a kis gyógyital 242-vel, és ott van a másik 400-zal. És hogyha te azt akartad, hogy ne legyen sok apró gyógyitalod, akkor az apró gyógyitalt beletöltötted a kis gyógyitalba. Menő cucc, mi? Na, ezt is nekiadjuk. Ja, hogy nincsen varázskönyvünk. Azt hittem, hogy kb. Mindenkinek van varázskönyve. Na, mindegy. Ja. Minden szemetet hozzárakunk be, amit így el akarunk adni, az értékesek cuccok meg itt lesznek a fő karakternél. Jó. És akkor azt kéne beállítani, hogy legyen a csapat, mert ugye most már ez fontos. Ha egy csapattagot akarsz kiválasztani, kattints, igen. Ki tud választani az egész csapatot? Több leltárhoz tartsd az STRG gombot nyomva. Mi ez az STRG gomb? Na jó, nézzük, hogy így milyen lesz, aztán majd állítunk rajta. Mentünk egyet. Szevasz, farkaskölyök, mi újság? STRG, az nem a németül a kontroll? De szerintem amúgy az lesz. Mert hogy szerintem a magyarítás a német nyelv helyére ment. Így van, mindegyik karakternek külön lehet beállítani, hogy ők hogyan viselkedjen. Nem akarunk senkit se elküldeni. Kontrolla, aha. Na most lesz a jó. A társad kettőt leüt, amíg te egyet se. Na nézd meg, szép. Nem éppen jó a tankolás, te sem. Azt mondja, hogy lett egy fiasz sapkánk, meg... Jaj, még csuklak is.
Még valami hülyeséget felvettünk. Kriptákok. Értem, farkaskák. Mi újság veled mostanában? Na és kőhida. Oda fogunk menni. Menni, hogy a játékelem is le van fordítva. Jaja. Jaja, ez nagyon király. Hoppácska! Gizi! Gyere! Hűha, srácok, itt lesz baj. Dupla IS karakterrel kellett volna nyomulni. Vasti Rising, alén is szemezek. És mond. Némelyik felállás jobban használhatom más helyzetekben. Szűk átjárókon keresztül manőverezéshez jobban használ egy kisebb, tömörebb alakzat. Aha. Aha, én ezt szeretném amúgy. Csak ezzel az a gond, hogy pont az IS megy elől. Ezzel az a gond, srácok. Na jó, de van egy olyan gomb, amivel csapat izét lehet kiválasztani, hogy ki legyen a főni. Szerepet őrizni, mozogni. Következő csapatot, pontot kéne megnyomni. Csapat vezért kiválasztani. Akkor nem ez kellett. Kötőjel? Ez nem az. Ez az. Na így kell. És látjátok így? Nem. Hát én azt hittem, hogy így lesz a jó. De hát ez így nem jó. Ó. A taceti, mondjad, Pepezi. Én sajnálom, hogy a három olyan lehet, amilyen, pedig még mikor bárangoznánk, úgy vártam, sokkal jobb lett volna, hogyha az egy-kettőre hasonlóra csinálták volna meg. Csak újabb ötletekkel és szebb grafikával. Kíváncsi leszek majd, babzsánk, hogy milyen. Mert én már nem emlékszem, hogy milyen pontosan. Aha, még sok ügyesség kell, hogy ezt a szívszaggatót tudjuk egyáltalán használni. Jól emlékszem, ha jobb klik a nem aktív karakter ikonjára, és akkor követni fogja. A követés az megvan, csak ez a csapatformáció, amit nem vágok, hogy hogyan kell beállítani. Amúgy szerintem annyi, hogy át kell rakni őket, nem lehet átrakni? Aha, nézzétek csak, így jól lehet? Aha, így kell. Meg kell választani a sorrendet, oké. Tűz, kotró, vas. Aha.
Kell valami pajzs nagyon, mert... Nösbe lesz rakva. Gyorsan. Ez valamivel javítva van a grafika? Hogy micsoda? Milyen a mai napom? Jó, köszönöm szépen. Mindig jó a napom. Remélem a tiéd is. Az igen. Itt ilyen rezurektációk történnek. Mi ez a hús? A hús egy melee weapon. Ez az eredeti játék, amivel játszom, srácok, csak annyi, hogy magyarítás van hozzá letartva. Rosszabbra emlékszem? Pedig ez az eredeti. Ja, a csirkecomba lehetne ütni, vágni az ellenséget. Na. Csap szét. Ugye elfúlozom a mapot? Csak végigjátsszuk a sztorit. Nem akarok 100%-os gameplayt. Talán a kettőben. Az már egy kicsit könnyebb játék. Jézus! Vajon mennyi HP pottia van? Aha. Nyomod! Nézzek, lazsál. Lazsál a mili. A rafferünk. Huszkár a sámán. Rövid összetett íj és elhasznált íj. Hát amúgy fel tudunk venni mindent. Gyere csak. Aha, intelligencia kell. Igen, ezeket ki kéne dobálni. Öttől 9-ig nem érdekel. 17-től 27-ig lassú támadás, az se érdekel. Amúgy ezt meg oda akarjuk neki. 6-tól 10-ig. 3-tól 7-ig dobóbálta, az meg 10-től 13-ig. Gyors, aha. Ja, és csak egy kézbe lehet neki adni. Na, ott egy láda. Len. Éves bot. Ahhoz is intelligencia kell a lenhez. Az a jó, hogy itt tudok olyat mondani, hogy menj lefele, és akkor lemegy. Van mágus is, aha, meg ilyen tűzvarázsló. Harci mágus, meg természet mágus van. Én nem széklábakkal harcolok. Az ott az első item, amit kaptunk. De már a karakteremnek jobb volt annál. Nem tudom. Így van, nem lehet rezetelni a statot, úgyhogy nem érdemes átváltani menet közben. Tehát kinéztél valamelyik karakternek valamit, akkor azzal érdemes menni tovább. Gyorsan szinteződik egyébként. Gyorsan szinteződik egyébként magasabb szinten, hogyha át akarsz rollolni, de még tehát nem megérős, hiába szinteződik gyorsabb. Mert addig az a karaktered haszontalan lesz. Ha
öntudatlan srácok a karakter. Nem sok mindenre emlékszem, két karakter van meg igazából, amire emlékszek, hogy találni fogsz még, és hívom eléd el, aha. Fú, én most megijedtem egyébként, mert a kettőben olyan van, hogy ha meghal a karakterünk, akkor föl kell támasztani. Amihez feltámasztás kell. Úgyhogy azért kell a mentést használni. Sűrűn. Itt, ha meghal, akkor buktad? Hát de... Itt nincs feltámasztás. Igazából mivel van mentés, így nem para. Szerencsére. És nem lehet végtelen feltámasztani sem. Komolyan. A kettőben végtelen feltámasztás volt, nem? Szevasz, betonlepkám. Hörr! Ajaj. Hú, de bánt, hogy nem tart... Bánt, hogy nem tartottam meg... Mi az... azt a pajzsot. Most már legalább van bőrkesztyűje is. Van ebben spoiler? Spoilerezhettek, srácok. Már végigjátszottam általában a játékokat, amiket már végigjátszottam, abban nyugodtam. Bár inkább... segítség, mint spoiler. Inkább segítsetek, mint sem spoilerezzetek, úgymond. Hát ezek nagyon kemény ellenfelek. Hát inkább tényleg kettő mágust kellett volna. Majd egy ijász meg egy mágus. De hát van nála heal. De fura, hogy nem healed. Nála is van heal. Ezek iszonyatosan nagyokat csapnak. Az helyzet jelenleg nem érzem azt, hogy miért kéne ebből a karakterből tankot csinálni, amikor nem tud tankolni. A törpe egyébként messze van, amiről beszélsz, Keltrex. Sotiris ő az. A bányában van. Mágikus páncél, tűzlövedék. Ja, akkor ezt a varázskönyvet odaadjuk neki. És akkor mehet a 5-7, 4-7. Jó, természeti mágiát nyomunk vele. Mágus meg a jegesen lesz befagyva a barlangba. A mágus az olyan mágus, ami természetmágus vagy harcmágus? Csak mert akkor azon múlik, hogy most mire rakom. Harcmágus, szerintem elementál varázslatai vannak külsőtörbe. Jó van. Akkor legyen természetmágus, tessék. Nyomja a zepet. Zep.
ígyni. Itt talán már többet fogunk érni. Szia, Kozgém. Persze az elején most szívás lesz, srácok. De inkább nyomom a két range-et. Mint a mirit, ami most nem ér semmit. Az elején minden speedrunnel range-t eltolta komolyan. Jó, vissza! Tudom, hogy kell ezeket kájtolni. Természetmágusa befagyott. Jó, ám egy is az átrollolás. Észak nektek, srácok. Mert tűzlövedék, súgy. Bőrcsizma. Majd megnézzük, hogy jó-e. Én azt hiszem amúgy annó mindig mágus csináltam a karaktereimből. Ott van kőhida. És van parti méret? Mármint hogy mekkora lehet a max parti, srácok, mert én erre már nem emlékszem. Azt hiszem 4 a max. És úgy lehet növelni, hogy végigjátszás ne... Tehát végigjátszok, és nehézség, következő nehézségen, nem? Szerintem szét lehet lőni a táblát. Hét van most nálam itt ebben a játékban, nincs benne szamára, ha. Micsoda muzsikát kaptunk, srácok. Menj fel! Jeez, mennyire nincs sebzésünk. Tűz eső. Meg egy sámán pont. Az a neve, hogy futak, az állati domár. Szia, zsombor, van-e jelen áramautom? Nincs. Csoda nyaklánca van, most látom. Nimbus 2000-es. Oly, majdnem ránk csaptak.
arról, hogy mennyit vissza kell menni. Ez a normál nehézség, gondoljatok bele, mi van akkor, hogyha lejjebb rakjuk. Hoppá! Ulora, egyes szintű lett a harci mágiaba, amiben egyébként pont nem járatos. És most kaptunk körpajzsot. Easy. Kör, azt mondta. Kör. Katonák azok, amik nagyon csúnyán idasbe teszik a karaktereinket, úgyhogy velük vigyázni kell. Ez a hang nem tudom mi volt. Hát srácok, ez még odé van, hogy 13-as ügyességünk legyen. Még mindig. Hát én még nem is próbáltam ki, hogy a 3 egyáltalán elfut a gépemen. Mármint, hogy jól fut-e. Hogy fut mostnában a 3? Ezt így nem néztem meg. Nyomunk egy F9-et, és akkor mehetünk még följebb. Na megint a katonák. Vannak felderítők is szerencsére. Elfogyott a manája a varázslónknak. Az ott már majdnem el lett kasztolva. Tyűha, milyen bátor volt. Nagyon jó. Mágusnak a sebzése majd érződni fog egyébként. Hogy nem szal. Hét és 8 arany. Meg sok kemények. Egyébként csinálunk egy olyat, hogy mentés. És betöltjük. Betöltjük ját. És akkor itt látszódik. Aha, tényleg sokan vagyunk. Itt a törpe. Zed. Van egy olyanunk, hogy Zed természetmágus. Ulorából én távolságit csináltam. Van a karakterem, aki harcmágus. Ahogy látom, harcmágusunk nincsen. A csacsink meg valahol van. Jó. Tehát jó ez, amit csinálunk. Igazából most azt néztük meg. Három már nem Microsoft játékgerépen. Az már Square Enix. Az Obsidian fejlesztette, ugye?
Csak az egy meg a kettő az. Nem, szerintem Kertrex még a háromról beszél. Mármint, hogy Kertrex már a háromról beszél. Ez mi volt? Mi volt ez a hang? Rüngy! A szemét! Elhasznált hosszú íj. És az már nem fér be. Mhm. 8-14. Hát ez tényleg kell a fenének. Most a jó. Most a jobb elakadt az előbb. Jó, mehetünk tovább. Hát itt főleg olyan ládikó volt, ami engem sebzett meg. Nem az ellenfeleimet. Hát akkor megyünk tovább. Most a jó srácok. Új, már majdnem közel ért hozzánk. Oké, vissza. Húha. Rám csapott. Na nézzük. Aha, nem jelenik meg leírás, F12-vel vannak emlékeztetők. Aha. Értem. És itt van a kőhidas rácok. Nem sokkal többel, mint egy haldokló jó baráttól kapott névvel lépte át, meggyötört hősünk kőhida csatáktól koptatott kapuját. Ki gondolta volna, hogy a királyság sorsa egy egyszerű szántóvető érkezésével megváltozhat? Üdvözlet, kőhidán idegen! Átverekedted magad azon a rengeteg krugon? Úgy hiszem, hogy az a horda, amelyik tegnap este itt átcsörtetett, tovább ment a szántóföldekre. Nekem is úgy rémlik, Szefiront. Elnézést a rendetlenségért, a krugok utolsó támadását pihenjük éppen ki. Bár a legtöbb üzlet nyitva, áru sajnos nem sok van a raktáron a fosztogatás után. Na, ő kellett nekünk. Ha segítséget keresel, itt nem jár szerencsével. Amit a krugok nem tudtak a szekerekre pakolni, azt összetörték vagy felgyújtották. Még özvegy csinálót, a jó öreg katapultot is elégették. Jól lehet, avval egy követ sem lőttek ki, mióta az eszemet tudom. A krugok támadása mögött a goblinok vannak. Azt még varázslat nélkül is tudom, de a Gletscher völgye helytartóját mégis informálnom kell. Az özvegy csináló az... miben is van? Trónok harca? Vagy miben van? Szia, Door Defect. Azon kívül, hogy Overwatch karakter az özvegy csináló. Tudtam, hogy te vagy a megfelelő ember erre a feladatra. Jól van, barátom. Na nézzük. Közelharcos. Jó van, akkor lesznek közelharcosaink. Srácok, gondolom az nem gáz, hogyha több közelharcosunk is van, ugye? Van egy csizmánk. Nem kell is, akkor jó. Ez egy csináló még a Diablo 2-ben is van. Hoppá!
adunk neki potit. Potiból szarul állunk. Na. Hát ugye szegénynek nincs felszerelése, még annyi sem, mint a többieknek. Úgyhogy annyit csinálunk, hogy ezt nekiadjuk. Így. Tíz-tizenhárom. Bárki is az, aki ezeket a fafejű krugokat csontvázak élesztérésére és házak gyújtogatására tanítottam, megérdemelni, hogy a tízkő ítélkezzen felettem. A rabló hadjárat már magában is elég rossz volt, de ez a krug söpredék ezeket a rémisztő rovarokat is magával hozta a hegyekből. Jó. Csacsink, mikor is lehet, srácok? Te vagy az első farmer, aki a krugok támadása óta malmunkhoz elért. Ó, de nem azért jöttél, hogy magot szállítsál le, igaz? Kemény idők elébe nézünk, ha tényleg annyira rossz odakinn az országban, mint ahogy mesélik. Most, hogy a krugok az élelmiszerkészlet nagy részét ellopták, és a farmerek nem hoznak több gabonát a malomba, már csak úgy egy hétre való élelmünk maradt. A következő városban? Zsír. Megpróbáltam halat fogni a parton, de úgy látszik, hogy a krugok itt hagytak párat ezekből a skrubokból. Megkértem az őrségparancsnokát, hogy segítsen a part megtisztításába, de úgy látszik, hogy nem érti a problémánkat. Nem akar öreg őrséget elvonni a kapuktól, míg azok nincsenek rendbehozva. Soha nem lennék rá képes, de ha a partot megtisztítanád, az nagyon sokat jelentene a város lakóinak. Tehát új küldetés. Jó. Mármint, hogy így nem írt a küldetésnek. Na, várjátok, becsukódott az ajtó, és a többiek nem tudnak követni. Kégé. Jó. Vagy a bánya mellett kettő kereskedőnél is lehet szamarat beszerezni. Uh-huh. A bánya az előbb lesz, mint a következő város. Itt pillanatnyilag biztonságba vagy a krugoknak, valószínűleg elment a kedvük a tegnap esti mészállás után. Na. Vezrin Cross romjai. Egy órányi járásra a facsúcságójától délre fekszenek Vezrin Cross romjai. Az épület tanúja volt ebb mozgalmas történelme legsötétebb időszakának. Az épület eredetileg vendéglőnek épült. A birodalmi kereskedő Fiola Vezrin építette valamikor a 7. században. Az idők során szolgált az épület kaszárnyaként, tartottak benne állatvásárt, működött kapuházként, sőt, mint királyi rezidencia is. Egyedül az árnyékban kiontott rengeteg vér elég volt ahhoz, hogy egy megszenvedett helyét tegye, ahol a királyság kialakulásának emléke kísért. Amikor a seckek és a birodalmi csapatok keletről közeledtek, a 10. légió csapatai megerősítették falait. Azon kívül egy föld alatti összekötetést létesítettek a sziklabarlang barlangi bányákig, amely hatalmas kapukkal volt biztosítva. A légiók háborúja alatt a seckek ideiglenesen elfoglalták az alagutat, és bázisként használták egy giuli okvezércsapat számára. Bár a járatokat a visszatérő birodalmi csapatok visszahódították és megtisztították, de egy lyukvarázslat megmaradt az alagútban, ami a mai napig oda vonza a seckek által irányított arakun pókokat.
A fagy csúcságójának megerősítése után 935-től Vezrin Cross nem volt többé katonailag jelentős. A házat ünnepélyesen ceremónia keretei között átadták Ebb királyi családjának. A következő 15 évben üresen állt, az utolsó hivatalos lakója Edward fejedelem volt. A goblin trónkövetelő, aki több mint 40 építőmestert alkalmazott, hogy a romló falakat és tetőszerkezetet tékozlóan újraépítesse, és a látszólag közvetlen közeli omlást elkerülje. Végül ezen a helyen állt Ebb első erődje, ahol a 10. légió az áruló nagymágus Orvis ellen nyílt harcot vívott. Vezinkloszt akkoriban rombolták le az utolsó és legbecsvágyobb építésznek utasítására. Vagy látom, itt már nincs más. Töki, hogy a térképről is lehet irányítani. A fekete pőröly kovács műhely. Üdvözlet a fekete pőröly kovács műhelyben. A krugok már majdnem mindenből kifosztottak minket, de amink van, az sehol nem leled meg olcsóban. Mit mutathatok? Hát azt mutathatod nekem, hogy végre eladhatom a cuccaimat. Könyv eladásra. Poti. Ennyi potia senkinek nem kell, srácok. Majd visszasírom, hogyha lesz még egy varázslónk, de addig én azt mondom, hogy ez nagyon sok. Jó. Intelligencia, páncélzat 6, eladási érték 20. Páncélzat 6. Eladási érték 20. Ez jó volt. Remélem megvettük. 300-ért, ugye? Nyomunk is egy gyors mentést közben. Uh-huh. 10% esély közelarci támadás elhárításának. A varázsló csajszinak oda lehetne adni, bár a 13 intelligencia az mikor lesz, ugye? Lehet soha. Az epet eladjuk, mert már van zepünk. Igaz, hogy nem is azt használjuk. De ne legyen ugyanolyan varázslatból több. Szia, vadafak, mi újság? Hát ezt durva lent is eladjuk. A rövid díjat egyelőre megtartjuk. Egy pont manához találatonként. Wow! Menő. Na nézzük, hogy milyen ital van. Hát ugye ez azért van, mert eladtam. Jó. Hát megnéztük, hogy milyen van a kovácsnak. Azt meg nem tudnám mondani, miből gondolták a krugok, hogy kőhidán mágikus tárgyakat találhatnak. Keresztül vonultak itt, és mindent tönkretettek, ami nem látszott mágikusnak. Minden mást elloptak, borzasztó volt. Egy pár vasvilla és piszkavasa nem ok egész kőhidát a 10 kövön ítélni. Gresh mondja felgyújtani, Gresh mondja bezúzni. Ha egyszer ez a Gresh a kezem közé kerül, majd meglátja, hogy én mit zúzok be és gyújtok fel. Ma megcsináltak az internetet, de azóta már 2-szer elment. Hát ez nem hangzik jó. Hogy csinálták akkor meg? Ethan Lock. Mármint, hogy Ethan. És itt van Izen. Mióta a krugok megtámadtak, alig maradt valamink. Fogalmam sincs, hogy milyen zsákmányt reméltek itt Ethannál. Szerencsére elkotródtak.
But remember, Eaton's Roost is always open, rain or shine. Hát hogy lesz így játszizás, what the fuck? Ja, és úgy csináltál meg, hogy besértek a lakásba. Úgy néz ki, hogy ez nem, tehát hogy ez nem lesz elég, hogy nem mennek be hozzátok. Ennél többet kell csinálniuk. Ella, folyócsillag. A tegnap esti támadás szörnyű volt. Épp csak az írhámat tudtam menteni. Ha a nővére megtudja, hogy mit műveltek itt a krugok, teljesen ki fog borulni dühében. Ő biztos fél, hogy valami bajom esett. Ő a légió ijászak Lecservölgyében. Oda tartasz, megmondaná neki, hogy jól vagyok? Biztos vagyok benne, hogy megjutalmaz érte. Adának hívják. Ó, remélem nem gyötrik kétségek Adát miattam. És kaptunk egy küldetést. Egy nővér üzenete. Hát akkor még úgy érzem, what the fuck, hogy szenvedni fogtok az internettel. Vele nem is beszéltünk, ez kicsoda. Róne. Nagy hűhó, semmiért ez az egész mesebeszéd a krugokról. Tény, hogy szörnyű dolgot műveltek, de a támadásuk oka biztos csak egyszerű mohóság volt. Egy szép darab szolid kovács munkát akartak, ugyanúgy, mint te. Erről jut eszembe. Fiam John biztos pótolni tudja, amit a rablásnál elveszítettél. Oda bent van. Szia, Adria második. Ahó, ahó. Azt hittem, nektek ugyanolyan badge-etek van, de most látom, hogy nem, Adri. Ordus Jarell! Az északi őrtoronyban állomásoztam, mikor a krugok több hullámban intéztek támadást. Ha nem lettem volna annyira makacs, még időben hazaértem volna, hogy megakadályozzam a házam felgyújtását. Biztos vagyok benne, hogy most a torony tele van velük, de talán még nem jöttek rá, hogy miként nyílik a fegyvertár a pincében. Mármint a picében. Szörnyű lenne, ha a maradék fegyvereink a krugok kezébe kerülnének. Ha nem riadsz vissza a feladattól, szívesen megtartatod őket. Mihelyest a házamból megmentettem a még menthetőt, visszatérek a toronyba. Persze, what the fuck, hogyha nem felejtem el, megnézem mindenféleképpen. Izuka, bab! Eddig jó napom. Állatkert kipihenősen vagyok. Megint fáj a lábam. Ja, hogy Adria másodiknak több hónapja, de ez hogy lehet? What the fuck, hibernálásba kezdett, tuti azért. A szenvedély Azunái oltára. Ajaj. Mi volt az állatkert? Nagyon zsír volt, nagyon jók voltak a programok. Így programokkal, meg hogy egy csomó mindent tudtunk, meg tudtunk nézni, ami pár éve még nem volt le, ami pár éve még le volt zárva. Így sokkal jobb volt. Mondjuk most is egy része le volt zárva az állatkertnek, de hát ez mindig zajlik a felújítás. Advanam, az Istenek tüze lobog benned, gyermekem. Én csak hasznos italokat tudok kínálni neked szerény összegért. Látni akarod? Persze. Aztán jöhetnek az italok is. Na, 30-ba kerül. Control, click. Igen. Na. Kellene kapotik, srácok. Na. Ja, a biodóm az... A biodómnak rippentyű. Legalábbis... Jelenleg. Igen, Kertrex. Sorry for looking such a mess.
Kérlek, nézd el a hüllemet. Tegnap harc közben eltalált egy nyílvesző, de nem veszélyes a sérülés. Advana foltozott össze, és kész vagyok az újabb harcra. Ha valaki bízik bennem. Ha egy jó jelszre van szükséged, hogy a kőhidam mögötti káoszon átvereked magad, segítségedre lehetek, csak egy kis aranyra lenne szükségem, hogy kifizessem a gyógyítást. Mit szólsz hozzá? Mutasd magad. Hármas ijász. Nem tudom, nem kell. Amúgy, szóval itt lehetne még egy emberünk, hogyha lenne pénzem. Hát én most kiixelem. Jó, hát akkor nyomunk egy elfőt, nyomunk egy rendes mentést. És majd nem folytatjuk. Tehát, hogy innen tudjuk, hogy itt lesz majd egy emberke, aki akar nekünk segíteni. Ja, nyilván el tudnék adni valamit. Legyen pénzem felfogadni őt, de sok potit vettem. Elfogyott a pénz. Második felvonás úton a helytartóhoz, srácok. Második akt. Hány aktos amúgy a játék? Kocsmában meg varázsló van, komolyan lemaradtam varázslóról. Elhasznált merev bőr. Nem mindenféleképpen akarok beszélni. Az arcokkal. Kihagytam volna a kocsmába a varázslót. Ez nem a kocsma? Melyik a kocsma? Az az lenne? Aha, mint hogyha kimaradt volna valami. Ez nem a kocsma, ez nem a kocsma. Volt egy valaki a lépcső mögött, aha. Ja, látom. Zed. Ő 900-ba kerül. The sorcerer, and as of late Zed the bard. I arrived, I am told, just in time to miss the biggest thing that's ever happened in this wretched village. If you can use a sorcerer, take me with you. I'd certainly like to see some excitement somewhere in this kingdom. No salvation. Gyerezed. Let's see what kind of trouble we can get into. Végre megmenekültem. Na nézzük, mibe keveredünk ezután. Mondjuk nem olvastam el, hogy mi volt a gondja. Újra élesztés, illetve gyógyító kezek. Jól emlékszem, a kettőben már be lehetett állítani ilyen passzív varázslatot, amit akkor nyomott el a karakter, amikor nem az volt a kezébe, tehát hogy azt hiszem itt váltogatni kell majd a varázslatokat. Nem olyan okosan megy, mint a kettőben. Menjenek csak egymás után. Áromba egy kezdőkkal itt tudsz választani, meg azt, hogy ki legyen az aktuális csatlósod. A hármat majd felfedezem, srácok. Azért szépen kapják.
Aha, tehát, hogy ezt így kell csinálnom. Értem, jó, jó. Hűha. Jézus! Az a helyzet, hogy a mágusnál pont nincs semmi. Az kemény srácok. 1, 2, 3, 4, 5 katona. Vissza. Az szívás. Jujujujujujuj, most látom, hogy mi történik. Gyere, gyere. Lehet amúgy majd a második karaktert eldobjuk, nem tudom. Igen, most mehetünk is vissza. Ha a kamera hagyja, persze. Gyere, gyere. Még hátrébb. Kínosba rakták, srácok. Meghalt a tankunk. Hát még ez a tűzlövedék. Mert úgyse fogjuk tudni használni. Szerintem itt nincs semmi, úgyhogy mehetünk tovább. Szotti rész ügyesebb lent, ez azt jelenti, srácok, hogy újabb ilyet tudom majd használni. Szotti rész. Na, tehát... 3-tól 14-ig és 19-től 21-ig. Wow.
Fel tudunk. Hát... Nem tudom, mi történt, srácok, de nagyon gyorsan haltak. Valószínűleg az így, az ennyi. Wow! Jó, Lajos nagyon kapja. Azt a rat. Gyere, Lajos! Szotir is ötös szintű lett. Vissza! De nehéz irányítani titeket. Azt hiszem, amúgy ennyire kemény lett most az íjászunk. Kaptunk egy gladiátor kardot, amit sajnos egyikük sem tud hordani. Hát jobb lesz ez tényleg majd egy kicsit később, srácok, amikor már azért a melee karaktereink is érnek majd valamit. Nincsen szintre jobbi? Nincs sajnos. Még nincsen. Van egy ilyen 17-27-es az a helyzet, hogy... Ja. Ezt lehetne használni, csak ugye lassú. Szóval ez kb. Most a legjobb. Aztán... Az helyzet most meg nem láttam őket, úgyhogy azért nem támadtam. Jó. Először felmegyünk. Már ha fönt van valami. Na tessék, van fönt valami. Szia Zodiac! Hello. Na jó pihit akkor. Mármint így... jó kikapcsolódást, vagy bármi is a terved így a nap hátra levő részébe. Jaj, igen, itt ezt el is felejtettem. Hogy erre figyelni kell. Hogy mindenki ugye rajta álljon. Ja, annyit lehet csinálni, hogy őket egy kicsit lejjebb húzzuk, és akkor talán ez a... Nem változott, akkor mindegy. Ja, engem nézni, hogy DS-e ezek? Ja, sikerült. A szemszeré jött be gyors támadással, rendelkezik. Aha. Na, majd megnézzük a szemszeréjakat is. Ja, de méregköpőt idéz. Na, az úzós napod volt amúgy, Zodia? Kör! Jézusom, ez az íj, ez nagyon beteg. Gyere csak. Ez az íj, ez nagyon kellett nekünk.
Ordus fejsze. Feladat teljesítve. Na, jövő héten Szabi hoppácska. És mi lesz a terv? Kockulás? Családozás, vagy valami más kapcsolódás? Jézusom! Ibzen Yamász arról híres, hogy többször nyilvánították már halottnak, mint a 10. légió történelmek bármelyik másik katonáját. Először arról szólt a fáma, hogy 965-ben a fagy csúcshágóján a goblinok ontották életét, de 3 napra rá véres vereséget mért a goblin hadseregre. 1987-ben állítólag egy hóviharba vesztette életét, midőn megpróbálta kedvenc őszférének, Caprinek az életét megmenteni. Egy héttel később felbukkant, éhesen és roppant morcosan, mert kiukadt a csizmája. Barátai számára halálhíre derültség tárgya, ellenségeinek vágyálom. Ő azt mondja, hogy a halál csak akkor érheti el, ha ő unja meg, vagy fárad bele az életbe. De még akkor is erősítést kell hoznia a kaszásnak. Ibzen 944-ben az Agalláni hegyekbe született, és a 10. légió hajdani szakácsnője nevelte fel. 16 éves korában az azunitai zsinat küldönceként került nyugatra Ebb királyságába. 961-ben elérte Ebb várát, és egy ajánlólevelet mutatott fel anyjának hajdani beosztására. Hamarosan kiderült, hogy szakácsnak rosszabb, mint katonának. Nem sokára parancsnokság alá került egy szakasz, majd egy egész század. Ibzen azt a küldetést kapta, hogy gondoskodjon rendről Fedvír útján a goblin affér idején. Ennek során találkozott egy csapat goblin katonával, akik a gleccservölgyei vastornyot ostromolták. Ibzen visszaverte a goblinokat és kevés kivétellel beosztotta az embereit a bányák védelmére. Pár napra rá 2 teljes szakasz győzött le, amelyek megpróbálták Gretscher völgye mellett a királyság keleti részébe behatolni. Egyúttal olyan sokáig visszabírta verni a goblinok fenyegetését, míg azok végül is visszavonultak. Ibzen 994-ben hivatalosan katonai nyugállományba vonult, és a birodalom nyugati részének helytartójában nevezték ki. Ezáltal felügyelni tudta Gretscher völgye megerősítését és biztosítását, és egyúttal a királyság bányainak ügyintézője tisztségét is betölti. Bár Ibzen befejezte katonai pályafutását, mégis még mindig ő a régi légió legnagyobb tiszteletben tartott stratégiai szakértője. Gyakran tárgyalnak vele, mint a Gletscher völgye alatti ország nem hivatalos kormányzójával. Mosogatógép beszerelés. Aztán költöztetés, bátyámék mennek át az új kecóba. Jó kis költözési. Az jó móka. Igaz, what the fuck? Ez olyan, minthogyha itt egy másik... Ja nem, ez csak egy kút. Hát elsőre biztos fájdalom, aztán pedig majd jó lesz. Cipeleted a dögnegész bútorokat? Könnyű megsérülni olyankor. Ja, hogy ez egy fa... Azt hittem, hogy ez egy árnyék. De akkor nem fa árnyék. Vissza. Hihetetlen amúgy, hogy mit nyom az íjászunk. Jó.
Jó, szerintem így jók vagyunk, látunk tovább. Van egy olyan érzésem, hogy oda le fogunk menni. Most jövünk Kőhida városából. Van a Sziklabarlang városa és Gletscher völgye városa, illetve Veziling Cross keleti torony. Ja, arról olvastunk. Combos, combos volt. Hát van sebzése. Szegény tankoló emberünk azért kapja az áldást. Ott van Illandró. És ott van valami. Értettem. Örömmel tölt el újból emberi lényt látni. A csapatommal a krugok elől próbáltunk menekülni, mikor azok a sziklabarlangban lerohantak minket. Mivel az út Kőhidára el volt zárva, csak Veziling Cross maradt kiútnak. Végzetes hiba volt. Már túl voltunk az út felé, mikor ezek a nyolc lábú borzalmak hirtelen előzönlöttek a falba vájt üregeikből. Rohantunk, ahogy a lábunk bírta, de... Fülhasogató volt a sivalkodásuk. Miért velem kell ilyesminek történnie? Miért? Mert... Hűha. Heal! Az halni fog. Pont a varázslónkat bírta el, aki nem bír el három ütést. Ahogy látom, sokat kell várni. Bár fel lehet gyorsítani a játékot. Még csak nem is kettes fokozatú harci mágus. Tényleg valószínűleg ezt a csajt le kell cserélnünk. Tehát, hogy a fő karakterünk 5,35-ös, a mágus pedig 3,41-es. Ő meg 1,5-ösként itt van. És még ennyit várni is kell rám. Bám, 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 bárám. Na. Veziling Cross. És be tudunk menni. Biztos jó hely, srácok. Biztos nem lesz gond. Sisa. Hoppá, egy kis upgrade. Tűha. Jó, egy kicsit vissza, és akkor itt megfogjuk őket.
tudom, kicsap rá akkor rá a csontvázokra, de ha tippelnem kéne srácok, akkor a melee karakterünk. Lehet majd jobbra is menni. Ezek hú, régi holttestek. Megkínzott holttest. Van itt valami? Aha, egy láda. Hát ez ennyi volt. Ez ennyi volt itt, srácok. És itt mi van? Na, a csontvázi jászok! Gyere, gyere, gyere! Gyere, 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 gyere! Ezektől tartottam, srácok. Most a jó, most a jó. Hát. És akkor gyorsan rendezünk, srácok, az inventory-ba. Nem, nem rendezünk semmit, mert nagyon jól állunk. Megyünk is tovább. Még azt hittem, hogy szarul állunk. Van egy olyan félelmem amúgy, hogy ez nem opcionális terület. Nem, van egy olyan félelmem, hogy amúgy erre kell jönni. Srácok, ez a helyes irány a főküldetéssel? De a Vezring Cross. Valószínűleg amúgy igen. Gyerünk, gyerünk csak arra. Valószínűleg erre kell menni, srácok. Tíz arany. Viszont nem mutat semmit, hogy itt lehetne támadni, csak a hordó. Oké.
Na, mindjárt közben Gjorn szintet lép. Ja. Szóval most látom, srácok, hogy tényleg a Ziász karakter hatalmas kárit nyom. Sotiris 6-os, John pedig 3-as lett. Hát az Ilyász most már csak még durvábban fog kárizni. Gó lefelé. Jézusom, miféle ellenfelek vannak itt? Mik ezek a köpködő izék? Lefele, visszafele. Istenem. Hogy bírtam rá ezt a játékot, hogy működjön újabb rendszeren? Hát, Johnny, nekem csak annyi volt, hogy így elindított, az csá. Ennyi volt. Felraktam a magyarítást, azt megy. Mondjuk, ez lehet nem igaz, ez lehet, hogy kamu. Mert ez már, nem is tudom, szerintem 4 vagy 5 éve rajta van a gépemen ez a játék, úgyhogy lehet, hogy még mókoltam mást is. De amúgy én nem emlékszem, hogy bármit változtattam volna. Uramisten, mekkora nosztalgia, ugye Pepe? Ugye? Jó kis Dungeon Siege. Na majd, hogyha a kettővel játszunk, azt mennyire élvezni fogom? Kóborló holtest, az aztán ott csapkod. Nem tudom, nekem a menübe eltűnik az egér, és nem tudok semmire se kattintani. Hoppá. Azt hiszem amúgy Steamen, hogyha nézel ilyen útmutatókat, azt hiszem a Steam magyar nyelvén ugyanúgy útmutató, angolul meg, hogy guide. Ott szerintem pont a Dungeon Siege-ekhez van leírás, hogy hogyan kell működésre bírni őket. Legalábbis a kettőnél biztosan van. Uha. Vissza, ez kemény menet. Még vissza. Jó, vissza. A gogos tökéletesen megy. Na, tessék. Hát a gogosok ugye azért vannak. Gogon megcsinálják, hogy kompatibilis legyen minden mindennel is. Emlékszem, a Kotorral akartam játszani. Azt nem tudtam, mert hogy így 5-10 percenként crash-elt. Nyomunk egy gyors mentést. Jaj, ne, az Ilyász barátok. Hova tűntek az Ilyászok?
Ja, basszus, vannak RPG-k, amikor, ahol VASD-zni kell, igen, igen. Hát azt elhiszem, hogy szokatlan. A húsleves az... Azt most megkívántam. De inkább a palacsinta. Jó étvágyat egyébként, azt tudom ezt. Amikor a láda visszalő. Na, tudjátok-e, hogy mi lett a folgályzós bejelentés? Mit jelentettek be 3 órakor? Valaki képbe van ezzel? Na, a köpködős mindenedet. Gyere! Gyere! Hiszen valami űrbéli helyszínt. Akkor nem az új szezon. Azt hittem az új szezon lesz bejelentve. Jézusom, az mi ott? Mi ez a koponya? Mi ez a hátba támadás? Most 3 órakor volt valami új bejelentés egyébként, Zodiac. Új season, szeptember 15. Szeptember 15, csütörtök. Zsír, köszi. Köszi, kis pepe. Akkor pereg. Ezt nem lehet bírni, vissza kell menni. Vissza, vissza, mindenki vissza, mindenki vissza, mindenki vissza, hopp. Jó, jó. Gyertek, gyertek, ha mertek. Jó, jó, a koponya tovább jött, jelentem, a koponya tovább jött. Úristen, 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 úristen. Hát... Noob koponya! Easy! Vagy mit kell ilyenkor mondani, ugye? Na, cöki, akkor vagy a csütörtöki, vagy a pénteki program, már úgy meg is van. Nagyon szuper! Mi az, hogy szeptember 16 új évszak, új szezon? Technikailag még benne vannak. Adri, még benne vannak. Bezzeg a Siege. Bezzeg a Siege-nél hamarabb kezdődik, ugye? Mennyi pók van már itt? Na, az ilyás csontvázak, már csak ők ilyen. Visszavonulás! Amúgy már ennyi az idő. Gyertek! Cic! Gyere vissza, Lajos, gyere! Gyere! Oda bújj be! Jó, most már. Jézusom. Iszod, nagyon iszod a narancslevet, hogy mi az. Na, ez a beszéd. Ó, basszus. Jó, kell nekünk még egy mentés.
Ez így már hang alapján nem tetszik. De nézzétek meg, hátba támadnak, hihetetlen. Na hát, hogy az valami combos pók. Édes jó Istenem. Mindenki azt akar, hogy inasba kerülje. Jézusom, hát még az íjászt is szétszett. Jajjaj, visszavonulás. Amúgy ez a mágus volt. Jó. Mukosa ennek, az a neve, hogy Mukosa. Tehát ez egy különleges ellenség volt, aki semmit nem dobott az égvilágon. De örülhetünk neki, hogy megöltük. Mehet, Tim, mehet. Jó. Gyógyital, gyógyital, mehetünk tovább. Amúgy mindjárt vége, srácok, mindjárt vége a Dungeon Siege-ezéseknek. Kardokat ekevassá. Igazából ezt még el kéne olvasni, és aztán... Szevasz! Ugye? Aztán szevasz. Mert akár évfélig is. Jézus. Nyomod csapat, nyomod. Valami checkpointig szívesen elérnék, hogy mit tudom én, ott van a, mit tudom én, valami hatalmas szörny, vagy valami NPC. Na tessék. Checkpoint, meghalunk. Azt hittem, hogy elfogyott az összes hírünk. Szotiris 7-es szintű ijász, ugye? Ki ez a 7-es szintű ijász? Na ki? Szotiris. Aha. Harcmágosunk meg örül neki, hogy most lett 2-es szintű. Az ijászunk meg már 7-es. Durva különbségek vannak azért. Azt a rohadt, hova jöttünk be? Meghalt, meghalt. Visszavonulás, azért csináltuk egy mentést gyorsan. Szávasz, Edwin. Azért erre kíváncsi vagyok. Szóval... Gyorn átlépett a buzogány, mi bajod? Valami buzogányba átlépett a gyorn. Ezek a pókok nem bírnak magukkal. Ja, hogy meghalt. Értem. Ez azt jelentette, hogy meghalt. Öntudatlan. De hát mi ez a izé? Répázás? Mik ezek a répázások? Gyorn, 4-es szintű... Közelharc, képességben közelharc, akármi, de hát gyorn...
Tényleg ő közelharci, akkor jó! Azt hittem kamozik nekem itt a játék, de nem. Hát, ital. Aha, az epilepsia mellé ki kell érni a játékok elejére, hogy arachnofóbia. Tehát majdnem sírra fakadtam az It Takes Two pókos részén. Még azok elvileg cukik. Hát, Adri is... Adri se volt a legjobban, amikor azt megláttam. De csak el kell őket képzelni Görkorival a lábukon, és akkor már ismert a hihihehe, nem? Egy párt nem fér el a leltárban. Mert ez kell a fenének. Kalapács? Kalapács még mindig nem. Vastag bőr. Hármas, négyes. Négyes, hármas. Tessék, felveszik ezt a 16-osat. Kalapács még mindig nem fér el. Na tessék, már elfér. Na és akkor itt tovább lehet menni. Hoppá! Itt akkor már lesz checkpoint. Szerintetek? Dehogy lesz checkpoint! Akkor lesz checkpoint, hogyha én azt mondom, igaz? Jó van. Jézusom, itt van még egy mukosa. Ott meg egy koponya, azt a rohadt. Hát... Már szét is esett a koponya, ennyi volt. Gyorsan, gyorsan üljétek ott. Gondolom, Nostalgia Factor is van ebben a játékban, de szerintetek jó új szemnek is? Ahogy néztem, Steamen a legújabb résznek már nincs olyan jó értékelése. Ja, mert az más kiadó, más fejlesztő, tehát hogy a rajongóknak se tetszett. Nagyon kíváncsi vagyok, Edwin, egyébként, hogy milyen. De új szemnek jó ez a játék? Hát... abból a szempontból érdekes. Jónak nem mondanám semmiféleképp sem, hogy meg lehet tapasztalni, hogy milyen mechanikák voltak régebben a játékokban. Ennyi. Jój. Ennyi. De például nem mondanám azt senkinek, hogy srácok, ez a Dungeon Siege, kezdjétek bele már, hogy nem tudjátok, mit hagytok ki. Azóta már jó pár ennél jobb játék született. Nekem ez a játék nosztalgia, a kettő nagy kedvenc. De úgy voltam vele, hogy hát csúnya dolog lenne a kettővel kezdeni. Mert ezt is szerettem volna végigjátszani. Mert így jön ki igazán az, hogy a kettő mennyire durván fejlődött. Egyébként is ennek a játéknak az ideje, amíg elkészült, az 4 év volt. 4 év volt a fejlesztés. Akkoriban. Tehát 2002-es játékról beszélünk. De ja, egyébként kíváncsi vagyok, hogy így mai fejjel a 3 az hogy fog tetszeni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Na hát ez már végre mondhatom valamiféle checkpointnak, ez a lift.
Itt van valami, amit legyőzhetnénk, vagy lehet, hogy azt kéne mondanom, hogy ennyit erről. Jézusom, nagyon akarnak. Aha, igen, igen, puca. De ez olyan, mint tudod a sokaknak a Star Wars, hogy valójában nincsen 7., 8., 9. rész. Olyan a Dungeon Siege 3 is egyébként. De csak meg se történt volna. Tehát ott van ilyen liftszerűség. Hoppá, lélek láncsa. És itt van egy újabb ajtó. Hát lehet ezen már nem kéne átmenni. Ja. Bár lehet, hogy itt lenne a vége. Mindegy. Még ezt a következő szobát kitakarítjuk, a szevasz. Na, azt nem vágom, a gotikok azok nekem kimaradtak, puca. De hogy nem fér el a mana ital, WoW. Jó, ahogy látom, jönnek az íjászok. Koponyát gyorsan szét tudtak csapni. Az íjászunk áll egy helyben, azt nem csinál semmit. Veretes bőr. Azt meg kéne nézni, hogy milyen vastag bőr az van. 16-os az 4-es. Na, az 12. Tehát 23-as, hogyha van erőnk. Aha. Ez 44-es. Az is 44-es. Valószínűleg többi karakternek nem lesz ereje, úgyhogy... Aha, lehet ilyen 23-asunk. Az 16, 11. 11, 10. Jó. Na, mentés. Tehát itt még mindig van tovább. Akkor itt mentünk egyet. Na, 2 óra 52-t tettünk bele a játékba. És ahogy látom, én nem nagyon használtam a quick save-et. Mindig nyomtunk rendes mentést. 10 percenként. Annó, persze. Hát igen, most érte el a karakterünk a 7-es szintet, és ahol legutóbb abba hagytuk, 14-es szinten, ott a karakterünk 22-es szintű volt. Csak viszonyítás, srácok, tehát még 3-4 stream, és beérjük magunkat. Jó. Itt hagyjuk abba a Dungeon Siege egyezést. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok, ez a gameplay. Én nagyon-nagyon élvezem, és hát mondom, a terv az az, hogy idén végigjátsszuk az 1-et, a 2-t és a 3-at. Lehet, hogy túlvállaltam magam ezzel, és lehet, hogy csak jövőre tudjuk befejezni ezt a szériát, de mindenféleképpen a Dungeon Siege-eket szeretném úgymond végigjátszani,
Hát egyrészt azért, mert az egyet nem tudtam így streambe, a kettőt pedig végigjátszottuk, de nem is nagyon lehet visszanézni, meg akkor akkor még ti nem voltatok itt, úgyhogy nektek legalább újdonság, én pedig szeretem a játékot, szóval már majdnem, hogy win-win a szituáció. Dungeon Siege folytatása héten csütörtökön lesz egyébként. Jövő héten pedig majd még meglátjuk, de mindenféleképpen akarok haladni ezzel a játékkal, hogy ne évekig húzzuk a végigjátszást. Ja, úgyhogy szerintem ez egy érdekes koncepció. Jók voltak annó a maga idejükben is ezek a Dungeon Siege-ek. Hogyha ezzel végzünk, akkor ideje lenne befejezni a Van Helsinget, megnézni, hogy miért szerettem például a Darkstone-t, és hogyha egyébként van még valami hasonló játék, amit ti szerettetek abban az időben, és ilyen már RPG-s, akkor nyugodtan mondjátok, lehet, hogy én csak elfelejtettem, és amúgy azt is szívesen le tudnám végigjátszanám.